Érkezik a Tolnai Polgárőrség szolgálati autója a város egyik forgalmas bevásárlóhelyére. Március 13-a óta folyamatosan növekszik a feladatuk, ahogy a szigorítások bevezetésre kerültek. Berta Zoltán alpolgármester azt mondja, a város vezetése nagyon sokban támaszkodik a szolgálatra a helyzet kezelésében. Jelen helyzetben nagyon nagy segítséget nyújtanak az önkormányzat, de inkább úgy mondom az itt élők számára, hiszen mindenki számára fontos, hogy próbáljuk ugye a járványhelyzetben betartani azokat a szabályokat, amiket kérnek tőlünk, megelőzendő azt, hogy ugye a fertőzés minél gyorsabban elterjedjen. Gyakorlatilag ugye a veszélyhelyzet kihirdetését követően ugye március 13-án született döntés arról, hogy az iskolákban távoktatásban folytatódik tovább az oktatás, tehát ugye a diákok otthon maradnak. Ugyanezen a hétvégén, március 14-én, 15-én ugye az önkormányzatunknál is ugye a polgármester asszony dönt arról, hogy az óvodáinkat bezárjuk, tehát nem nyitnak ki a hétfői naptól. Ezzel egyidejűleg kértük a polgárőröket arra, hogy segítsék azt, hogy napközben délelőttök folyamán figyeljék azt, hogy a fiatalok, akiknek otthon kell maradni, oktatásuk esetleg otthon történik, lehetőség szerint ne a város közterületein töltsék a napjaikat. Ez volt az első olyan konkrét dolog, amit kértünk a polgárőröktől, hogy próbáljanak meg ráhatni az itt élőkre. Ez segítendő egyébként, ugye közterületi korlátozások is bevezetésre kerültek, ugye a játszótereinket lezártuk azért, hogy ne legyen olyan hely, ahol ugye tömegesen vagy csoportosan meg tudjanak jelenni a fiatalok. Első lépésben ugye ezt kértük a polgárőröktől, ehhez csatlakozott az, hogy mind a gyógyszertárak, mind az élelmiszerüzletek a járvány előre haladtával hozták az óvintézkedéseiket. Jellemzően egyesével, vagy kettő, három, maximum öt személy együttes jelenlétével működnek ezek a kereskedelmi egységek. Ezért ugye sorok állnak a patika bejárat, vagy egy-egy bolt bejárat előtt. Itt azt kértük, hogy próbáljanak egy izolációt betartatni a vásárlókkal, vevőkkel. Ugye az ajánlás a 1,5-2 méter, hogy ilyen távolságot tartsunk egymástól, és gyakorlatilag reggeltől estig az elmúlt 3 hétben, 4. hétben folyamatosan járőröznek, és próbálják elérni azt a polgárőreink, hogy a lakosok, a boltok előtt várakozók betartsák ezeket a szabályokat. A polgárőr szervezet nincs könnyű helyzetben, hiszen az állomány jelentős része túl van a 60. életévén. Ennek ellenére folyamatosan teljesítik a szolgálatot. Most ugye a katasztrófavédelemtől is kapunk feladatot, illetve hát az önkormányzattól, illetve a rendőrségtől. Tulajdonképpen a közterületen való tartózkodásunk nőtt meg napi szinten, illetve hát az, hogy a kiemeltebben kezeljük a boltok környékét, a játszótereket is. Eddig is jártuk, de most napi szinten többször ott vagyunk. Az a tapasztalatunk, hogy a reggeli órák azok nagyon, a 9 óra előtti időszak az, ami nagyon nehéz, illetve a hétvégék. Tehát hétvégén én azt mondom, hogy sokkal több ember van az utcán, meg megy boltba, mint ahogy egyébként tapasztalható. Én szerintem mindenki fél attól, hogy lemarad valamiről, vagy nem tudja megvenni az ennivalót, pedig ugye a boltokban mindenhol megvan minden. Illetve hát az, hogy az autóval bátrabban kijönnek egyre többen, rengeteg az autó is, rengeteg fiatal, idős ember van az utcán. Van, aki köszöni, hogyha szólunk neki, vagy most nem azt mondom, hogy figyelmeztetjük, de inkább mondjuk, hogy mi a helyzet, de volt olyan is, aki ígérte magának, hogy szóltunk neki. Esetleg, ha megkérdeztük, hogy mi ennyi idős, mert hát ugye mi nem kérhetünk igazolványt, de csak meg szoktuk kérdezni, hogy ugye nem tetszik 65-nél fiatalabbnak, vagy esetleg idősebbnek lenni, akkor volt, aki kikérte magának, hogy miért kérdezzük meg, hogy ő hány éves. Van, aki kérdeznek, hogy mondjuk a rendeletekkel kapcsolatban, vagy hova mehetnek, merre mehetnek, mit csinálhatnak, azoknak biztos, hogy segítség. De én talán azt tapasztalom, hogy még egy kicsit úgy nagy az ellenállás, hogy értetlenül állnak a helyzet előtt, tehát vagy nem akarják elfogadni ezt a helyzetet, és inkább a segítő szándékot negatívnak veszik. Az önkormányzat az év elején a költségvetés összeállításakor is biztosította a szervezet számára a működéshez szükséges forrásokat. Berta Zoltán alpolgármester azt mondta, ha a vírushelyzet miatt megnövekvő feladatok újabb forrásokat igényelnének, a város a polgárőrség igényeit messze menőkig figyelembe veszi.